Sziasztok! Hogyha új vagy itt, én Rácz András vagyok, üdvözlet a csatornámon. Ebben a videóban Mewingról lesz szó. A Mewing az egy olyan biohack, amely meg tudod biohackelni az arcod formáját, az állkapocs erejét, fogak erejét szintén. Fogszabályzás nélkül el lehet érni rendezettebb fogakat. Dr. Mew volt, aki először kitalálta ezt a Mewingot. A Mewing igazából egy nyelvtartás. Úgy kell tartani a nyelvet a szájba, hogy fölragaszod a szájpadlásra, és fölfele tolod, ezzel támasztasz tulajdonképpen az egész agynak, meg fejnek, és a fogaknak is, és hogy fölfele tolod, úgy rendeződnek a fogak szépen lassan, és évek múltán akár egy szélesebb arcot is tudsz magadnak produkálni. Hogyha Mewing téma érdekel, már sokan csináltak róla videót, nem akarom teljesen mélyen beleugrani ebbe a dologba. Akit érdekel konkrétan a Mewing, az rá tud keresni másoknál. Én a saját tapasztalatomat akarom elmondani erről. Pár hónapja már csinálom a Mewingot, nem egész nap, hanem úgy, amikor eszembe jut. Viszont ugye a Mewingnak, illetve ennek a fajta megközelítésnek az egyik nagy aspektusa, hogy erősítsd az állkapcsot. Tehát keményebb dolgokat kéne enni rá, többet kéne rágni. Hát mivel én elég puha dolgokat teszek, nem rágok sokat, ezért nekem a rágás az így elmarad a mindennapokban. Ez egy olyan biohacket találtam ki, hogy veszek egy gumidarabot és majd azt rágom. És tulajdonképpen ezek a Mewingos csoportok árulnak is egy ilyen golyót, egy ilyen műanyag golyót, és horror ára van, meg lehet nézni az interneten, tényleg nagyon drága. Szóval ezt nem rendeltem meg, hanem betértem az egyik legközelebbi bababoltba, és megvettem az egyik legolcsóbb babarágót. És én ezt rágom, hogy erősítsem az állkapcsot. Az a tapasztalatom ezzel, hogy kellemes rágni. Tehát, mintha hiányozna a mindennapomból a mindennapi rágás, mert úgy érzem, hogy jó érzés, hogy mozognak az állkapocsizmok, és olyan jó érzés, hogy végre megmozognak, és olyan jó érzés, hogy végre használom őket, illetve a fogakon érzem azt, hogy tisztulnak, sokkal tisztább lepedék, nincs rajtuk annyi. Tehát egy nagyon jó megközelítés annak, aki szeretné erősíteni az állkapcsát, vagy Mewingot csinál, és meg akarja venni ezt a drága Mewingos golyót. Neki nem kell megvennie, hanem ez egy ilyen olcsó eszközzel meg lehet ezt oldani. Ugye az állkapocs erőssége is nyilván meghatározza, hogy hogy néz ki az arcod, milyen formája van. Ne menjünk bele a részletekbe. És nem csak azoknak ajánlom ezt, akik Mewingolnak, ezt a extra rágást, hanem ez tulajdonképpen egyfajta edzés. Ha bicepszezünk, vagy hátazunk, mellezünk, akkor miért ne fordíthatnánk figyelmet az állkapocsizmaira is, vagy a nyakizmaira, vagy olyan izmokra, amiket szinte sose edzünk meg úgy igazán. Ezért nem csak azoknak ajánlom, akik Mewingolnak, akik ugye a nyelvüket úgy tartják a szájukban majdnem egész nap ez a Mewing technikával, hanem azoknak is ajánlom, akik szeretnének erősebb állkapcsot, szebb arccsontokat, vagy egyszerűen fogtisztítás a céljuk. Hát köszi, hogy megoszthattam az őrült dolgaimat veled. Van még egy csomó ilyen téma, csak nem merem előhozni, mert már furán néznek rám az emberek, de szépen lassan azért hozok egy-egy témát. Hogyha érdekelnek az ilyen jellegű furcsaságok, fura témák, akkor kérlek jelezd a komment részbe. És vasárnap 7 órakor találkozunk élő bejelentkezéssel. És Facebookon kérlek lájkold a Rácz András életmód és biohack című oldalt. A következő videóban találkozunk.